Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Emlékünnepséget rendeztek tegnap délután Veszprémben a Várban, a törvényszék falán elhelyezett emléktábla koszorúzásával az 1956-ban Veszprémből a Szovjetunióba elhurcolt deportáltakra emlékeztek. Némán megyek a novemberi szélben, és csak a lengő lobogókat látom. Milyen tépett a fekete hollószárny, milyen fakó a háromszínű álom. Egy hónapja lobognak együtt ketten. Napcsókolja, eső, hóveri őket. Reménykedve, dacosan, ott feletten nézik a felülről a múló időket. Nézik a mozdulatlan gyilkos tankot, a szoborarcú szovjet katonákat. Szilajszélben a rúdra tekerednek. Lengnek, lobognak, és csüggetten áznak. Olyanok, mint a lelkünk. Sötét gyászban, háromszínű hajnali reménységben. Magasan lobogunk, fáradtan hullunk, és Isten felé repesünk a szélben. Tisztelt 56-osok, tisztelt megemlékezők! Ezen a helyen, ahol most állunk, a 61 évvel ezelőtti novemberi napokban hazafias érzelmű veszprémiek, köztük az akkori vegyipari egyetem számos diákja és munkatársa, utcai harcokban védték a megszálló szovjet túlerővel szemben városunk történelmi kincsét, a veszprémi várat. Az önfeláldozó fiataloknak és egyetemi oktatóknak a túlerővel szemben semmilyen esélyük nem lehetett. Közülük többen megsebesültek, fogságba estek, akiket részben a veszprémi várbörtönben működő büntetésvégrehajtási intézetbe, valamint a megyeháza pincéjébe vittek. Már a fegyveres harcokat megelőzően a forradalom kitörésének kezdetétől bekapcsolódtak az eseményekbe, és terjesztették a forradalmi eszmét, gyűléseket tartottak, röplapokat terjesztettek. Füredi Zoltán vezetésével megalakították a MEFESZ helyi szervezetét, ezzel kapcsolódva a szegedi kezdeményezéshez. Gyűléseket tartottak, röplapokat terjesztettek, és részt vettek a nemzetőrségbe való toborzásban, valamint létrehozták a Szabad Veszprémi Rádiót. Miután október 28-án megjelentek a szovjet tankok Veszprémben, a nemzetőrség keretében fegyvert kaptak, hogy védjék hazájukat és városukat. A forradalmi napok veszprémi vonatkozású eseményeiről részletes történeti kutatás áll rendelkezésünkre, köszönhetően többek között Váradi Natália történészasszonynak és dr. Pacolai Gyula helytörténész úrnak is. A harcok tehát a már ismert okok miatt nem járhattak eredménnyel. Az ezt követő napok, majd hónapok és évek a magyar igazságszolgáltatás egy különösen sötét időszakának a kezdetét jelentették, mely sok tekintetben kegyetlenebb, sötétebb volt még az 50-es évek első felének visszaéléseinél is. A szabadságharc leverésének ebben az időszakában a forradalmi gondolattal együttérző, majd együttcselekvő veszprémi fiatalok és veszprémi polgárok közül 91 főt elfogásuk után néhány nappal az akkori Szovjetunió területére Ungvárra deportáltak. Néhány héten belül a veszprémi deportáltakat visszaszállították ide az egykori várbörtönbe, akik közül többen párnapos újabb fogvatartás után hazatérhettek, sokakat azonban internáltak, az egyetemről eltávolítottak, megvertek, meghurcoltak, későbbi egzisztenciáikat ellehetetlenítették, és az ország elhagyására kényszerítették. Az utókor nevében elmondhatjuk, hogy az 56-os veszprémi deportált hősök beírták magukat történelmünk fényes napjai közé. Erkölcsi rehabilitációjukra csak a rendszerváltást követően kerülhetett sor, melynek első lépése 1991. október 29-én történt egy ünnepélyes egyetemi aktussal, amikor is az erkölcsi rehabilitáció tanúsító okiratot vehettek át az érintettek. Ezzel azonban ez a folyamat nem zárult le és nem is zárulhatott le.
Közös felelősségünk, hogy tisztelettel adózzunk, méltó emléket állítsunk azoknak a veszprémi fiataloknak, akik a forradalom kitörésének első napjától kezdődően elszántsággal és hittel küzdöttek az elnyomó szovjet hatalmakkal szemben, és ezért később személyes életük során igazságtalan hátrányokat szenvedtek. Ennek a közös felelősségvállalásnak a jegyében született a döntés néhány évvel ezelőtt a Veszprémi Önkormányzat, a Veszprémi Pannon Egyetem és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről, hogy emléktáblával adózzanak a veszprémi hősök a veszprémi deportáltak előtt. A Veszprémi Törvényszék vezetése ezt a kezdeményezést kezdettől fogva támogatta. Az emléktábla felállítása mellett jelentős lépésnek tartjuk azt is, hogy 2015-ben az egykori várbörtön mínusz harmadik szintjén megnyílt emlékkiállításon nevük felsorolásával és emlékiratok felidézésével külön megemlékező felülettel adózhatunk a 91 deportált hős előtt. Valamennyi veszprémi 56-os meghurcoltnak tisztelek tehát ez a tábla, ami az 56-os hősök előtti főhajtás mellett a közös megemlékezés, a történelmi közelmúlt ápolása iránti közös felelősségvállalás, egyúttal az ebben való együttműködés nemes példája is. Köszönöm. A tolerancia volt a témája annak a fórumnak, amelyet Veszprémben a Völgyi Kút házban rendeztek. A témaválasztás nem véletlen, most volt a tolerancia világnapja. Ilyenfajta rendezvény volt már három, ez a mostani a negyedik. Amikor valaki a negyediket szervezi, akkor van egy alap, amiből ki lehet indulni. Abból kell kiindulni, vagy minden évben újat kell hozni? Ez egy nagyon jó kérdés volt, ugyanis tényleg negyedik éve rendezzük meg a Tolerancia Világnaphoz kapcsolódó rendezvényünket, ez egy ilyen mini konferencia lesz. Próbáltunk minden évben körüljárni valamilyen területet, ez egy kicsit ilyen vegyes sikeredet. Én gondolkoztam azon, hogy módszerébe változtatunk, és nem előadások lesznek, hanem beszélgetések különféle olyan emberekkel, akik a témakör jegyében érdekesek lehetnek, tehát az elfogadás érdekében. Ugye 1996-ban az UNESCO ezt a november 16-ai napot a tolerancia világnapjává nevezte ki, és így most már 22 éve ezt a világnapot valamilyen szinten minden olyan civil szervezet, intézmény megünnepli, vagy megemlékezik róla, akinek fontos ez. A Veszprém megyei Család Esélyteremtés és Önkéntes Háznak a programjában ez jól illeszkedik, hiszen rengeteg olyan rendezvényünk van, beszélhetnék itt a komplex esélyórákról, amiről majd Mesterházi
Zsolt fog beszélni, ami már a gyerekkorban elkezdi azt az érzékenyítő, szemléletformáló előadássorozatot, ami kapcsán később felnőttként nem tekintünk azokra az emberekre, akik valamiben mások, furcsán, nem bámulunk meg egy kerekes székest, hanem adott esetben segítünk neki. Szóval azt gondoltuk, hogy módszeriben más lesz, egy kicsit beszélgetős lesz, de ez a mai alkalom inkább kevesebb előadóval és az előadások utáni beszélgetéssel fog teljessé válni. Hogyha visszanézünk az előző évekre, tehát elmondhatjuk, hogy már sok információ akkor napvilágot látott ezeken az előadásokon is. Elmondhatjuk, és nem bántó szándékkal kérdezem, hogy volt értelme? Azt gondolom, hogy volt. Ilyenkor egy kicsit a média is ráfigyel a dologra. Minél több ember hall erről, minél többen hallanak azokról a dolgokról, ami a tolerancia kérdéskörébe beletartozik. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy javító, vagy egy tényleg szemléletformáló eszköz lehet a kezünkben. És arra gondolok, hogy az előző évben pont Bálint Bánk pszichológus, aki idén is egy jó kis előadással készül, mondta azt, hogy bizony az előítéletek azok bennünk élnek, és akárhogy tetszik, nem tetszik, ezeket próbálgatjuk leépíteni, de amit nem tudunk, azzal viszont meg kell birkóznunk, tehát magát az előítéleteket tudni kell magunkba kezelni. Ez egy olyan felvezető előadás volt, hogy mindenki megdöbbent, megszeppent egy kicsit, és ha valóban belegondolunk, hogy ez tényleg így van, akkor azt gondolom, hogy sok embert késztettünk gondolkodásra ezzel az előadással is. Ugye a tolerancia az eléggé átfogó fogalom, tehát sok minden beletartozik. Igazából itt most leszűkítve valamire kell gondolnunk, vagy itt most mindenre, ami a toleranciába beletartozhat. Többnyire olyan előadókat szoktunk hívni, akik valamiben mások, tehát fogyatékossággal élőket, látássérülteket. Volt már olyan előadásunk, amely a romákról szólt, de pont tavaly itt volt a börtönparancsnok asszony, aki az elítéltekkel, a fogvatartókkal való előítéletekről beszélt, és arról, hogy mennyi mindent csinálnak ők a hétköznapokban, ami látható is például. Úgy emlékszem, hogy pont az állatkert környéket tisztították meg a szeméttől. Tehát ezek azok a dolgok, amik azt gondolom, hogy figyelemfelkeltőek és érdekesek lehetnek. A mostani rendezvényre például sikerült egy olyan előadót találnunk Nagy Bendegúz személyében, aki Miskolcról utazott le. Ő egy kerekes székes világutazó, egy építész, aki élte a maga teljes életét, és egy baleset kapcsán kerekes székbe kényszerült, és nem adta föl, bejárta a világot, 80 országba járt, azt hiszem, Afrikába többször is, mindemellett sportol, kétszer megnyerte a Stockholmi maratont, tehát egy nagyon érdekes személyiség, aki, hogyha elmesél az életéből egy-két epizódot, azt gondolom, hogy sokakban felmerül az, hogy tényleg kerekes, székes, és mégis mennyi minden érték rejlik benne. A mostani válaszaiban ön is többször említette az előítéletet. Azt kell mondjam, hogy az előítélet az nagyon mélyen ül bennünk, igen sok esetben. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon sokat kell tenni azért, hogy ezeken tudjunk változtatni, vagy kijöjjük egyáltalán magunkból. De én azt gondolom, hogy ez talán 100%-os nem is lehet. Nem lehet, de ha arra gondolunk, hogy ezek az előítéletek honnan fakadnak, vagy személyes rossz tapasztalatból, vagy a családon belüli szocializáció hozta magával, tehát a szüleink is másképpen gondolkodtak erről, akkor amit említettem, ezek a komplex esélyórák, amit az iskolában tartunk, már olyan felnőttek válnak ezekből a gyerekekből, akik ezt a helyén tudják kezelni, és az ő gyerekeiket már remélhetőleg úgy fogják nevelni, hogy ez nem egy rendkívüli dolog, hanem az életünknek a része, ők is velünk élnek, köztünk vannak, és ugyanolyan értékesek, mint bármelyikünk. Amikor az előbb kérdeztem öntől, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni a tolerancia fogalma tárgyalásakor, hát egy dologon nem igazán beszéltünk arról, hogy az országunkban jönnek-mennek az idegenek. És hát ugye az ő megítélésük az megint csak előítélet, és megint a tolerancia kérdése is. Napjainkban ez fokozottan előtérbe kerül. Én azt gondolom, hogy a migráns kérdés, amire gondolt, hogy minden embert el kell fogadnunk, hogy ki milyen tapasztalatokkal rendelkezik ennek kapcsán. Van olyan ismerősöm, aki
például migráns szülők gyerekeit tanítja, neveli, őneki egészen más a véleménye, de elhiszem, hogy ahová mondjuk betelepedett több száz migráns család Budapesten, amikor olyan sokan voltak a nyugati környékén, azokat a lakókat valamilyen szinten zavarta. Én azt gondolom, hogy ha nem is egyelő minden ember, de a másságot mindenképpen el kell fogadni, és ezzel együtt kell élni. Ez a másság, aztán vigyázzunk el, mert nagyon messze, messze tőled hogy... fogunk tévedni, de az az igazság, hogy az is beletartozik, amire most gondolunk. Minden beletartozik tulajdonképpen, világnézet, vallás, nemi identitás, bőrszín és egyebek. Tehát azt gondolom, hogy ezt átfogóan kell tudni kezelni, és nem mondhatjuk ki a másikról, hogy ő rosszabb, mint mi. Nem az ember személyisége, vagy az embersége, hanem az ő cselekedeteik határozzák meg azt, hogy mi a másikról mit gondolunk. Hogyha ezek a gondolatok nem jó irányba visznek bennünket, akkor és olyan sztereotípiák alakulnak ki bennünk, amit próbálunk általánosítani másra, az már nem jó. Tehát ezek azok az előítéletek, amik negatív előítéletek, amiket biztos, hogy valamilyen szinten kezelni kell saját magunkban. A rendezvény már is kezdődik, egy gyors kérdés még. Tulajdonképpen nyugodtan kimondhatjuk, hogy itt nagyon sok esetben igen kényes területekre tévedhetünk. Merünk erről őszintén beszélni? Hát én bízom benne, hogy merünk őszintén beszélni, ezért hívtam meg a mai rendezvényre például Virányi Juditot, aki a Drogamulacénak a vezetője. Rengeteg fiatalt érint ez a probléma, hogy szenvedélybeteggé válik, közöttünk sétálnak, közöttünk jönnek, mennek. Hogyha látunk egy fesztiválon, Veszprémben ugye sok fesztivál, látunk a fesztiválon egy-két ilyen fiatalt, aki be van drogozva, egy kicsit így megmoccan a szívünk, és mindenféléket gondolunk, hát lehet, hogy segítségre szorulnának, és csak oda kellene menni hozzájuk. Hogy ez az oda menés, ez sikerüljön, ezért gondolom azt, hogy egy ilyen rendezvénynek kell, hogy jelentősége legyen. Közétkeztetési roadshow-t szerveztek Veszprémben, talán picit szokatlan helyen, Veszprémben a Városházán, a Kossuth teremben. Ezúttal nem szakembereket hívtak meg, hanem a szülőket és a pedagógusokat. Igazgató úr, amiről ma lesz szó, az nagyon sok embert érint, főleg azért, mert ugye akinek a gyermeke iskolába jár és benne van a közétkeztetésben, az ugye otthon elmondja anyukának, a pedagógusok szintén látják mindezt. Tehát egy olyan téma, amire picit ért is mindenki, meg igen sok embert érint. Mi az, amit ön ma ezzel a mostani országjáró vagy roadshow-n el tud mondani, vagy amit vár ettől a mai naptól? Közétkeztetést ma Magyarországon egy-másfél millió ember veszi igénybe, viszont mi azt mondjuk, hogy az érdekelt felek száma ennél lényegesen nagyobb. Tehát nagyságnál Magyarországnak a fele 5 millió ember így vagy úgy kapcsolódik ehhez a szolgáltatáshoz, találkozik vele. Arról szeretnék igazán ma kifejezetten pedagógusokkal, szülőkkel, intézetőkkel beszélgetni, hogy mi a közétkeztetésnek a keretrendszere, milyen jogszabályok között mozgunk, igazán hogyan próbáljuk ezt a szolgáltatást mi fejleszteni, tehát hogy mi közétkeztetők mit tehetünk, és a Hungas csoport mit tesz azért, hogy ez a szolgáltatás fejlődjön, illetve arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ezek az érdekelt felek, köztük a szülők is, pedagógusok is, még mit tehetnek hozzá ahhoz, hogy egy egészséges nemzedék nőjön fel, egészségesen táplálkozzanak, egészséges életmódot folytassanak. Ja, aki benne van a közétkeztetésben és elfogyasztja azt az ételt, amit ott kap, azt várja, hogy ez jó ízű legyen, sokféle legyen benne édesség, gyümölcs, stb. Tehát változatos legyen, és azt is szeretnénk, hogyha ez nem lenne túl drága. Hogyan lehet ezt megoldani? Mert az a pénzkert, ami rendelkezésre áll egyfőre lebontva, az általában nem igazán szokott ahhoz elég lenni, hogy igen, sokat és jó minőséget adjunk. Igen, valóban elég vékony mesdjén játszik a közétkeztetés. Egyrészt ugye vannak az egészséges táplálkozásnak alapelvei, ismérvei, ezt ugye 2014 óta egy rendelet, ugye a táplálkozás egészségügyről szóló rendelet rögzíti. Ez egyik elvárás, amivel mi nekünk dolgoznunk kell, a másik pedig, hogy nyilván fogyasztóknak kell minden nap finomat, egészségeset, táplálót főzni, de a legfontosabb, hogy el is fogyasszák a gyerekek.
gyerekek, úgyhogy ennek a két elvárásrendszernek a közös metszetét keressük mi folyamatosan. Azt gondoljuk, hogy immáron egyébként a rendelet is annyit változott, hogy lehet a fogyasztók számára elfogadható szolgáltatást nyújtani, és igen, van egy több számos befolyásoló tényező van, de igen, az ár is, tehát hogy a szolgáltatás ellenértékes valóban az európai átlaghoz képest igen alacsony Magyarországon. Én azt gondolom, hogy szépen lassan az adott döntéshozók is ezt be fogják látni, és hogy a szolgáltatás minősége, így nyilván annak az ellenértéke is adott esetben fokozatosan igazodhat a fogyasztói elvárásokhoz. Ugye azt mondjuk a legfontosabb a minőség, de minden cégnek van egyfajta saját magától felépített elvárásrendszere. Önök mi alapján dolgoznak? Most például arra gondolok, hogy rizst fogok főzni, de van A minőségű, van B minőségű, legyen az A, de jó lesz ide a B is. De mi az, ami vezérli önöket? Nyilván azon túlmenően, hogy ma az már említett táplálkozási egészségügyi rendeletnek ugye vannak az élelmiszer minőséggel kapcsolatos elvárásai. Én azt gondolom, hogy sok tekintetben mi ezeket próbáljuk túlszárnyalni. Valóban a beszállítóktól minden esetben ugye specifikációkat, termékleírásokat kérünk be, és ez alapján ítéljük meg, hogy mi az az alapanyaggal együtt kívánunk dolgozni, vagy sem. Azt látni kell, hogy például egy ilyen magasabb szintű elvárásunk magunkkal szemben, hogy míg összetett élelmiszer formájában, közétkeztetésben mondjuk még az édesítőszerekbe kerülhetnek, viszont mi dolgozunk azon, hogy sem nyilván főzéshez, ezt már tudja a jogszabály, a rendelet is rendezi, hogy nem szabad édesítőszert felhasználni, de hogy összetett élelmiszer formájában sem kerüljenek közétkeztetésben ilyen összetevők. Van egy igen fontos és furcsa helyzet, van olyan gyermek, amelyik az országban mindössze mondjuk egy déli ebédkor kap melegételt mindössze, és aztán a nap folyamán más nem kap. Valaki meg olyan jól áll, hogy tulajdonképpen sokszor borzasztó nézni, hogy visszaviszi a rántott húst, nem eszi meg a palacsintát, és sorolhatnám. Tehát egy furcsa kettősség ez. Valóban el kell jutnunk oda, hogy azzal, hogy a közétkeztetés egy szolgáltatói szintre emelkedik, differenciálni is érdemes. Tehát a több menü szolgáltatás egyébként valahol már teljesül, és sok helyen teljesül az országban, de én azt gondolom, hogy ez lesz a jövő. Azt azért zárójelben mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a gyermekek által általában visszautasított élelmiszerek nem feltétlenül azon múlnak, hogy most jómódú vagy kevésbé jobb sorsú családból, környezetből származnak. Jellemzően az alapanyagok ismeretének, az ételek ismeretének hiányára vezethető vissza az elutasítás. Ugye tudjuk azt, hogy amivel a gyermekek otthon a családban nem találkoznak, mondjuk akár ételek vagy akár élelmiszer összetevők, azokat egy közösségben mindinkább nehezebben fogadják el. Ebben is nagyon nagy szerepe van a családoknak, illetve a pedagógusoknak, megismertessék a gyerekekkel az ételeket, illetve beszéljenek az alapanyagokról velük. Ugye most Veszprémben beszélgetünk, ebben a térségben önöknek mennyi konyhája van? Itt nagyon elaprózódott úgymond a szolgáltatási terület. Hál' Istennek több apró konyhával dolgozunk. Veszprémben két vagy három főzőkonyha áll rendelkezésre, ugye egész Veszprémben szolgáltat a Bakonygazd ZRT, nagyságrendileg 200 alkalmazotta, és 50 körüli konyhával dolgozunk. Ebben van a főző és tárló konyhák is egyaránt. Talán furcsa lehet a kérdés, de van arra vonatkozóan valamilyen felmérés vagy visszajelzés, hogy amióta önök átvették és önök üzemeltetik, azóta merre felé változott a megítélés? Én azt gondolom, hogy, és ahogy hallom a területi vezető kollégától, folyamatosan jönnek a pozitív visszacsatolások. Természetesen itt azért idő kell ahhoz, hogy ezt szignifikánsan érezzék a fogyasztók, de én azt gondolom, a visszacsatolások alapján jó irányba haladunk. Nem akarom önt megcáfolni, csak beszéltem konyhásokkal, akik azt mondják, hogy nagyon-nagyon szigorúak az elvárások velük szemben. Ezt valószínűleg jó hallotta, tehát hogyha a konyhások részéről ilyen visszacsatolás érkezett, akkor ez valós. Tehát mind élelmiszerbiztonság higiéné területén, mind alapanyag minőség területén egy jó kialakított, szabályozott rendszerben dolgozunk. Ha korábban ez nyilván ennél a szervezetnél nem volt annyira jellemző, akkor ez újdonságként hatott a dolgozók számára, de én azt gondolom, hogy nagyon sok elhivatott, lojális munkatársunkkal vagyunk együtt, és belátják azt, hogy erre a rendszerre pont azért van szükség, hogy a szolgáltatás fejlődjön, és fogyasztók elégedettebbek legyenek. Magazin műsorunk végén köszönöm nézőink figyelmét, töltsék velünk továbbra is az estét. Munkatársaim nevében is kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!